Üdvözlök mindenkit, Devon vagyok. Ebben a videóban az 5000 forintos számítógépet fogjuk letesztelni. Én nem vagyok normális. Ennek a számítógépnek nem csak a beszerzése, de a tesztelése is hatalmas fejfájást okozott nekem, mármint háromszorosra kellett növelnem a gyorságát a videónak, hogy ti nektek ne kelljen átélni azt a boot, illetve betöltési időt, amit nekem kellett. De azért szenvedjetek egy kicsit, hogy átérezzétek, hogy én mit éreztem. Six and a half hours later. One eternity later. Térjünk is át a YouTube videókra. Nos, hát meglehetősen még 480p-ben is akadozik olykor a videó. Na de 720p-ben! Azt a mocsok! Nézhetetlen, undorító, soha többé. Ugye lettek volna játéktesztek is, igazából a Minecraftot szerettem volna letesztelni ezen, hogy megye vajon 15-20 FPS-sel. Nos, ez azért nem jött össze, mivel negyed órás java telepítés után úgy döntött a gép, hogy egy kék halállal kiszáll a tesztből, és bye-bye-t int nekem, illetve a tesztnek. Összességében azt tudtam elmondani erről a gépről, hogy rohadtul nem érte meg sem ezt a pénzt, sem ezt az időt. Egyszerűen katasztrófa ez a gép. Soha többé. Ez alá biztos, hogy nem fogunk menni. Ez volt az utolsó ilyen videó. Tudom, hogy az 5000 forintos laptop az meglehetősen jó volt, de az azért volt 5000 forint, mert egy törött, leamortizált laptop, de ami benne van, az nem annyira vészes. Ez viszont nem leamortizált, csak szar. Mármint egy mag nem elég internetezésre sem. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett. Ha igen, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videókban. Devon voltam. Sziasztok!